átváltunk gyorsúszásra. Csúsztatott kartempó. A két oldali levegővétel csak a kartempó. Lábbal nem dolgozott. Lábbal nem dolgozott, csak a kartempó. Megcsinálsz belőle 10 fort. Csak a lábtempó 10 fort. És összekötött karláb szintén 10 fort. Június 28-án 30 vidám úsznivágyó gyermekkel vette kezdetét az egyhetes úszótábor első turnusa a városi strandfürdőben. A tábor megszervezésének mind a gyerekek, mind pedig a szülők nagyon örülnek, hiszen a pandémia miatt a nyári szünetben sokat tudnak nekik segíteni. Újra egy zaklatott tanév után vagyunk, nagyon örülünk annak, hogy a nyár már egy kicsikét felszabadított bennünket. A gyerekeknek a fizikai állóképessége sajnos nagyon rossz. Ez a nyári tábor, ez részben lehetőséget ad arra, hogy valamelyest ez javuljon, de nem csak ez a célja neki, hanem az is, hogy jól érezzék magukat, illetve mivel úszótáborban vagyunk, az úszásnak a megtanulása, az úszásnemeknek a megismerése. A Salgó-Tarjáni Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. 3 turnusban szervezi az úszótábort. A második július 5-én, a harmadik pedig július 12-én veszi kezdetét. 30-an vagyunk jelenleg a táborban. A gyerekeknek nagyon jó, örülnek neki, kedvelik, az időjárás kedvezett, sőt, túl kedvezett nekünk, hiszen pontosan benne voltunk a legmagasabb hőhullámban, a legmagasabb UV sugárzásoknál, erre nagyon oda kellett figyelni. A strand az egy kiváló helyszín a tábornak a megszervezésére, szabad levegőn vagyunk. A strandfürdő szolgáltatásai mellett étkezés is biztosított a táborozóknak, valamint igénybe vehetik a Kecskés József strand arénát is, ahol játszótér, pingpong, darts, csocsó, tekasztal és sportpályák is rendelkezésükre állnak. Nagyon változó részvevők összetétele és úszástudása. Több csoport került kialakításra, így mindenki a saját képességének megfelelően tudja elsajátítani az úszást. Csáki Rebeka is foglalkozik a gyerekekkel, valamint 3 középiskolás diák is jelen van a táborban, akik gyakorlat keretén belül segítik az összehangolt munkát. 3 csoportot alakítottunk ki, az első csoportba tartoznak azok a gyerekek, ahol a vízhezszoktatás van, második csoportba, akiknek már volt valamilyen kapcsolatuk a vízzel. Ez azt jelenti, hogy legalább egy úszásnemet próbálunk velük megismertetni, és valamelyest az egy hét alatt amennyire tudjuk elsajátítatni. És a harmadik csoport pedig az úszni tudók, tehát akik már biztonságosan kezelik a vizet, itt mind a 4 úszásnemet próbáljuk megmutatni nekik. Nagyon fontos az, hogy közösséget építünk a táborba, tehát közösségben vannak a gyerekek. Elsődleges cél az, hogy önmagára és a társára való vigyázás, az, hogy ismerjék meg a úszodának, az úszómedencének a szabályait, és ezeket következetesen tartsák és tartassák be. A július 12-től 16-ig tartó foglalkozásokra még akad néhány hely, így szeretettel várják a vízkedvelő, úszni vágyó gyermekeket.